Sziasztok, Lucius vagyok, ez pedig a Pici Gurman csatornája, és folytatjuk, vagy elkezdjük, nem tudom, hogy mikor kerül ki a videó, a vadcampinges sorozatunkat, amiben megmutatjuk, hogy a kis hordozható sütők hogy is működnek élesben, úgyhogy ma pult pulyk. Tegnap csomagot kaptam a Pici Gurmantól, megérkezett az üzenet, ha sül a hús, senki se bús. Nézzük, mi jött. Van egy új márkánk. Mi ez? Booty Time. Szóval van egy új márkánk, a Loot and Booty. Booty Time, biztos megvan, Made in USA. Booty Time, Booty Time, across the USA. Booty Time, Booty Time. Ebből elhoztunk egy pár cuccot. Például itt van az Apple Sherry Barbecue Sauce. Akkor Sherry Chipotle. Egy Gold Star Chicken Rub. Nagyon jó. És van egy ilyen, ez a Jolly Roger, ez egy Jalapeno Garlic Black Rub. Biztosan láttátok már, több helyen is feltűnt az interneten. Ez egy aktív szenes cucc, tehát már fekete, mint az ördög segge alapból. Úgyhogy ezt kezdő offseteseknek javasoljuk. A rossz füstöt ugye tudják fogni a rabra, hogy azért fekete a hús. Na hát mi kell nekünk itt a vadonban? Kell egy hordozható kis kamadó. Ezt már feltöltöttük faszénnel, füstölőfával, egy kis szilvát tettem bele, és csak annyi dolgunk van, hogy begyújtsuk. Ez a típusú kamadó az opcionálisan választható egy ilyen láb, ez azért megkönnyíti lényegesen a munkát, úgyhogy ezt a felállást itt borzasztóan szeretem. Van még két elefántfül hozzá, hogyha valaki igény tart rá, de mi most megoldottuk egy ilyen kis asztalkával. Úgyhogy a mai nap pulykát fogunk készíteni. Itt van a kis hűtőládánkban. Ugye ezzel is készülni kell, itt a vadonba. A csirkerabbal fogunk menni. Most azt nézem, hogy megcsináljuk mind a kettőt, meg kurva nagy. Illetve egyik kisebb, másik nagyobb. De szerintem meg. A bőrt azt leoperálom róla. Annyira jó ez a tálca, ez egy élmény. Most egy kis barbecue szószt fogunk használni tapadásra. Cherry chipotle barbecue szószt, ezt ki is bontom. Hú, csípős, kellemesen füstös, paradicsom alapú. Kiváló lesz. És megy rá. Ez a csirkerab, szárnya van mind a kettőnek, úgyhogy nem lett baj. Na, még itt a rab egy kicsit megkóstolja a pulykát, vagy fordítva. Addig begyújtjuk a kamadót, egy túlélő gatyába mindig van egy Petromaxos fákja, feltöltve kintom alul, nyitva agyon felül, ez körülbelül egy ilyen 15-20 perc, amíg a kamadó magához tér, elindul a tűz, akkor majd ráteszem az indirekt követ, bepakolom a húsit, lezárom, utána szépen leszabályozom, hogy egy ilyen 140-150 fok között ketyegjen. Ez nem egy zsíros hús, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit korábban csomagoljuk, mint amit egyébként tennénk. Ez azért jó ez a kaja, mert tényleg nem lesz vele semmi dolgunk, hanem a kamadó szépen elketyeg, a hús elkészül, ugye egy pult dologról beszélünk, tehát majd szépen szét lehet majd tépni, ugye az állagra sem kell annyira odafigyelnünk, mint egy sztéket sütnénk mondjuk, vagy bármilyen húst, ugye, aminél ez igazán számítana. Ezzel nincs dolgunk, lehet pecázni, lehet bármi más csinálni, hajókázni, és nyugodtan itt lehet felügyelet nélkül hagyni a fastégen a faszeres grillt. Akkor most szünet. Szépen elindult itt egy tenyérnyi része a tűz, nem is kell több nekünk. Ezt még ide dobom, ezt a kis szilvát, szépen itt füstöljön az elején.
A sütés első egyharmadában van jelentőség a füstnek, tehát hogy a 61 néhány fokig veszi föl a füstöt. Nézzük, milyen szépen kojtol. Én rá is dobom ezt a pulykát. Ide, így. És itt van ez a másik, de én arra gondoltam egyébként, hogy mi lenne, ha ezt megoldanánk ezzel a kis aktív szemes cuccal. Csak hogy tudjuk, hogy melyik a jobb lába, vagy melyik a bal. De durva. És az lesz a durva, ha mind a kettő ugyanígy jobb fog kijönni. Korom feketén. Na ezt kíváncsi vagyok, hogy ennek van-e jelentősége. Elég nagy hús erre a kicsi rácsra, de úgyis össze fog ugrani, úgyhogy onnastól kezdve majd rendeződik ez a rács fegyelem téma. Hát tényleg nincs más dolgunk, csak várni. De ezt az időt ezt egyébként nagyon hasznosan el lehet tölteni. Menjünk, csináljuk. Csináljuk a bármi mást. Itt felejtettük a kis pulykánkat, úgyhogy nézzünk rá. Közben csináltunk millió dolgot, ment a wellness program, tai chi, pilates, meg ilyenek. Na igen, erről beszéltem, tehát ez már most olyan, mint hogyha odaégett volna, pedig nem. 60, 70, 2, 3, ez is. Hát én ezt becsomagolom, aztán megvárjuk, amíg széthullik. És csináltam egy frankó kis nyári csalamádét hozzá, van hozzá egy kis lapos kenyér, lekóstoljuk ezekkel a szószokkal, patent lesz, jól fog esni. ...150 fokon ketyegünk még mindig, itt az ideje a csomagolásnak, előbb rámértünk, lecsekkoltuk, nem tudom minek nyitom még ki. Dupla fólia, és vegyük ki a húsit, egyik, másik, kincsik, egybe fogjuk csomagolni, teszünk egy kis vajat a tetejére, egy kis vizet alá, vagy gyümölcslevet, almalevet, kólát, ki mit szeretne, és már csomagoljuk is, természetesen nem ér össze. Ezt még itt egy kicsit bűvölni kell. Na, most jó. Hú, milyen szép szegy. Szevasz. Na nézzük, hogy állunk. Hát, beleszalad a hőmérő, ami egyébként 94-96, de nem az a lényeg, hanem az, hogy baromi puha. Úgyhogy már ki is veszem. A kamadót pedig elzárjuk, majd kihűl. Visszük a szószokat is, megkóstolgatjuk. Pam pam pam, pam pam pam. Nézzük, itt van a Luti Buti, két rabja, amivel mentünk. Hát ez egy kicsit extrém. Nézzétek meg. Ez csak egy vizuális effekt. Tehát nem érzem úgy, mint a faszenet nyalogatnék. Mondjuk nem nagyon szoktam. Ez a Sherry Chipotle. Még egyszer rákóstolok. Nem is kóstolok rá, mert már kóstoltam. Hanem kinyitom a másikat, és megkóstolom ezt az almásat. Mert szerintem nem lesz csípős. Egyébként most már a fűszereknél és a szószoknál jegyezzük azt, hogy mi az, ami kevésbé csípős, mert gyakran szokták kérdezni, hogy a gyerekek vagy az asszonykák mi az, amit meg tudnak kajázni. Ti is, hogyha kipróbáltok valamit, és úgy érzitek, hogy az ilyen családbarát úgymond, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, azt nagyon szépen megköszönjük. Mert azt is fogjuk jegyezni, hogy tudjuk ajánlani. Füstös, azt már érzem. Hát csípős, gyümölcsös, édes, kifejezetten édes szósz. Na nézzük közben a husikákat. Ehhez azért egy kicsit bekészülök, mert még biztos, hogy baromi forró. Nem, mintha nem lennék edzett az elmúlt két nap után. Ez a hang kurva ijesztő volt egyszer a reptéren egy 120 kilós csajtól.
Smoky vámos. Hát én azt mondom, hogy csak az egyiket fogom szétszedni. Ez a hőállós kesztyűnk. De megmutatjuk a másikat is. Hát ez a teljesen sötét bark. Ez pedig a másik fűszer. Hát itt a bark azért eléggé lesérült itt az alufóliába. Sokkal szebben nézett ki. Csípjük ki belőle a csontot. Hát ez úgy kb. Ennyi volt. Érdekes, hogy a csont mellett azért ott tapad. Jó. Kicsit füstös. Kellően sós. Nézzétek a füstöt, hogy szépen bemászott a barikádok mögé. Nézzük, szétszedtük a húsét, és én azt mondom, hogy egy kicsit szószozzuk be. Ez egy pita kenyér egyébként. Én ezt a típusú kenyeret sokkal jobban szeretem, mint mondjuk egy burgerbucit. Dobok rá pulykahúst, és még egy kis pulykahúst. És én a biztonság kedvéért, én még azért erre tennék egy kis szószt. Most jön ez a kis frissítő, ecetes zöldség, de van káposzta, többféle paprika. Füstös, tépet pulykás, pult pulykos, horgászbuci. Nem egy melós kaja, minden alkatrészét el lehet csomagolni, a húst pedig úgymond gondozásmentesen el lehet készíteni. Így néz ki egy verziója, de hát nyilván ezt bármilyen ezerféleképpen fel lehet használni az ilyen tépet húsokat. Próbáljátok ki pulykából is, hamar megvan. Szerintem egy 4 óra alatt el is felejtettük. Én erre most nem harapok rá, mert ez az új kedvencem. A pisztáciás ricotta eperrel, bazsalikommal, egy kis csokoládéval, és most ez így jéghidegen. Sokkal jobban esik, mint a barbecue hús. Lucius voltam a Pici Gurmantól. Sziasztok! Csinálják nektek ilyet? Kilépőnek? Jó.